Alsónyéken gyakorlatoztak a Cikádor Fönix Ifjúsági Tűzoltó Egyesület kislánglovagjai. A csapat a közelmúltban vett részt az Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyen, ahol 5. helyezést ért el. Storci Jászmin elmondta, hogy nagyon jól érezte magát a Tatán megrendezett versenyen, sokkal jobb időt szereltek, mint itthon a gyakorlatozáson. Igazából volt ez az akadálypályás rész úgymond, ahol át kell menni egy vízesárkon, egy gáton, egy kúszófolyosón és egy padon, és utána vannak a puttonyfecskendők, amiből pumpálnak, és két ember céloz, és a másik meg a staféta volt, amiben ugye futottunk, és különböző akadályok is voltak benne. A verseny a fegyelemre, a szabályosságra és a gyorsaságra épült. Ezek a legfőbb szempontok, amiket alaposan be kell gyakorolni ahhoz, hogy a lehető legjobban teljesítsenek egy-egy próbatételen. Péter Anna először vett részt ilyen vetélkedésen. Jó a társaság, szoktunk menni versenyezni. Most pont nemrég volt a legeslegelső versenyem itt, és hát nagyon izgultam. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is aktívan segíti és támogatja a Cikádor Fönix Egyesületet. A megyében számos civil tűzoltó szervezet segíti a hivatásosok munkáját, akik nagyban hozzájárulnak egy esetleges tragédia során a lángok megfékezéséhez, vagy egy baleset következményeinek elhárításához. Ezt azonban meg kell tanulni, ezért is fontos az ifjúsági tűzoltók képzése, versenyeztetése. Nagyon szép eredménnyel zárt a Cikádor Fönix Tatán a 10. ifjúsági és hagyományőrző tűzoltó versenyen. Nagyon fontos az önkéntes tűzoltó egyesületek megléte, több kategóriát is megkülönböztethetünk. Katasztrófavédelem szempontjából pedig vannak egyes kategóriák, amely például önként beavatkozott tűzoltó egyesületeket jelentenek. Itt főleg ugye lokálisan, tehát helyből érkezik a segítség. Ők a hivatásos egységek nélkül is megtehetik és önállóan beavatkozhatnak. A hármas kategória, mint ahová például a Cikádor Fönix is tartozik, ők pedig főleg a hagyományőrzéssel, valamint az ifjúság nevelésével foglalkoznak. És ez egy iskola, tehát ebben is benne van a nevében is. Ez egy iskola, itt kezdik, a gyerekek is itt ismerkednek először a különböző tűzoltó egyáltalán védőfelszerelésekkel, foglalkozásokkal, gyakorlatokkal. De ez egy nagyon fontos szempont nekünk, hogy az ifjúságot valamilyen formában valahonnan toborozni tudjuk, és megtanulják, hogy mi is az, hogy rend, fegyelem, mi az, hogy időre elkészülni, a bajtársiasság, az, hogy egymásra vannak utalva, amelyek azt gondolom, hogy minden egyes hivatásos egységben szolgáló számára alapkritériumok. Storc Gábor, az egyesület elnöke elmondta, hogy a legjobb tudása szerint mindent megtanít a kis tűzoltóknak, hogy a megmérettetéseken, illetve a való életben is talpra esetten helytálljanak. A gyerekek lelkesen vesznek részt a felkészülésben, ahol nem csak az egymás iránti bajtársiasságot tanulják meg, hanem a csapatban való együttműködést is. A Cikádor Fönix Egyesület nemrég került kapcsolatba a szekszárdi kutatómentőszolgálattal is, mondja Storc Gábor. Velük több közös gyakorlaton vettek részt, ahol például a gyerekek bújtak és a kutyák keresték meg őket. Ezzel a feladattal játékos formában próbálhatták ki a gyerekek, miről is szól a kutatómentők munkája. Hát azt kell tudni rólunk, hogy 3 éve jött létre az Egyesület, mint Cikádor Fönix Egyesület, én körülbelül 11 éve foglalkozom gyerekekkel. Kicsit ilyen önkéntességre nevelés, kicsit tűzoltós vonal. 3 éve, amikor a Fönix létrejött, akkor ezt egy kicsit bővítettük. Hát nem csak a tűzoltás műszaki mentési részével foglalkozunk, hanem elsősegélynyújtás, életmentés, egy kis honvédelem, egy kis rendvédelem, mindenből egy kicsike, jó megfűszerezve önkéntességet. A Fönixbe tartozás heti egyszeri, iskolán kívüli szakkör jellegű elfoglaltságot jelent, ahová 11 éves kortól várják a gyerekeket. Az egyesület működését több helyi vállalkozás is támogatja. A megyei tűzoltó szövetség ruhával és felszereléssel segíti őket. A versenyekre való felkészülésen kívül jut idő közös játékra, szalonnasütésre is. Bátaszéki általános iskolába szoktam toborozni, igazgató úrral egyeztetünk, most így a pandémia miatt eléggé nehézkes a toborzás, most 2 évem ki is maradt. Az idén szeretnék bejutni, de még nem jutottam el odáig, hogy ezt leegyeztessem, és akkor bemegyek osztályfőnöki órákon, elmondom, hogy mit csinálunk, kik vagyunk, és akkor akinek van kedve, általában van kedvük a gyerekeknek, ez most már szájhagyomány útján terjed lefelé, hogy most már jövőre jöhetsz a Fönixbe. Aludobozt gyűjtünk, sörös dobozt a gyerekekkel,
és ezt ott tároljuk, és ott tapossák a gyerekek Big Mac zsákba, és úgy visszük a mélytelepre, és ebből van igazán az egyesületnek pénze, amit a gyerekekre költünk. Az egyesület szeretettel várja azokat a gyerekeket, akik szeretnének csatlakozni az ifjú túlzottok csapatához.